Nézd ezt a fiút! Azt hihetnéd, hogy ő csak egy átlagos gyerek, de nem. Ő az, akinek sikerült megállítania az időt. Kíváncsi vagy, hogyan csinálta és mi lett az eredménye? Akkor íme az Eltűnt idő, a fiú, aki visszatért című dél-koreai fantasy dráma összefoglalója. Készen állsz? Gyerünk! A főszereplő neve Soo-rin. Ő 14 éves és nem egy átlagos lány. Soo-rin pszichiáterhez jár. Kiderül, hogy ez az iskolás lány segített egy bűnözőnek, akit gyerekrablással gyanúsítottak, megszökni Huanó szigetről. De mi késztette erre? A lány elmeséli a történetét Dr. Minnek. Amikor a lány negyedik osztályos volt, az édesanyja meghalt. Soo-rin a mostóapjához költözött. Két évvel később Huanó szigetre költöztek. Soo-rin nagyon magányosnak érezte magát az új iskolájában. Arról álmodik, hogy megszökik, vagy legalábbis eljut a másik világba. A lánynak van egy blogja, amelyben leírja az asztrális utazás módját. Soo-rin mostoha apja elmagyarázza, hogy mostantól éjszaka fog dolgozni. Ő felügyeli a robbantási munkálatokat egy föld alatti alagútban. Iskola után a lány elsétál az árvaház épülete mellett. Az udvaron kigurul egy labda, és egy fiú fut utána. A neve Sang-min. A gyerekek megismerkednek egymással. Soo-rin és Sang-min a tengerpartra sétálnak. A fiú lefekszik a földre és megpróbál meditálni. Meg akarja mutatni a lánynak, hogy a lelke el tudja hagyni a testét. Soo-rin nem hisz neki, de a lányt is érdekli a más világokkal való kommunikáció lehetősége. A gyerekek kifejlesztik a kommunikáció rejtjelét. Megírják a kérdéseiket és kívánságaikat a szellemeknek. Soo-rin és Sang-min gyakran játszanak egy elhagyatott romos erdei házban. Egy nap Sang-min egy szappanra faragja Soo-rin portréját. Ekkor csókolóznak először. A gyerekeket az iskolában figyelmeztetik a hegy alatti alagútban zajló robbantásokra és arra, hogy nagyon veszélyes oda menni. Ennek ellenére Sang-min és barátai, Tae-sik és Jae-wook be akarnak menni az alagútba. Soo-rin véletlenül tudomást szerez erről és elkíséri őket. A gyerekek átmennek az erdőn, megmásszák a hegyet, amely alatt az alagút épül, és találnak egy barlangot. Bemásznak a barlangba. Ott a fiúk egy föld alatti tavat találnak, amelynek alján egy csillogó, tojás alakú kő fekszik. Soo-rin azt feltételezi, hogy ez egy meteorit az űrből. Tae-sik nem ért egyet vele. A nagyapja szerint így néz ki az időt felfalni képes kobolt tojása. Ha egy gyermek talál egy ilyen tojást, felnőtté válik. Ha pedig egy felnőtt találja meg a tojást, gyorsan megöregszik és meghal. Sang-min levetkőzik, lemerül és felhozza ezt a titokzatos követ a tó fenekéről. A gyerekek elhagyják a barlangot. Soo-rin rájön, hogy bent felejtette a hajtűjét. Pont a robbanások pillanatában megy vissza a barlangba. Megragadva a hajtűt, a lány a kijárathoz rohan. De senki sincs a barlang közelében. A fiúk eltűntek. Csak egy törött kőtojás szilánkjai maradtak a földön. Soo-rin a sötétben sétál az erdőben a telefonjával világítva az utat, sírva hívja a barátait. Másnap falusiak jönnek az alagúthoz. Elmondják a munkásoknak, hogy a gyerekeik előző nap idejöttek és nyomtalanul eltűntek. Követelik, hogy a munkások azonnal állítsák le a munkálatokat. Négy gyermek eltűnését jelentik a tévében. A nyomozó kihallgatja Soo-rin mostoha apját. Kiderül, hogy a férfi azt sem tudta, mit visel a mostoha lánya. A mentők az erdőt kutatják át az eltűnt gyerekek után. Megtalálják Soo-rint, aki az éjszakát az erdőben töltötte. A nyomozó kihallgatja a lányt. A lány mesél neki a barlangról, a kobolt tojásról és a fiúk eltűnéséről. A mentők átfésülik a környéket, de nem találtak semmit. Soo-rin osztálytársai pletykálnak a háta mögött. Az ő hibája, hogy a fiúk eltűntek. Hogy merész el bejönni az osztályba? A híradós tudósító közli, hogy az egyik fiú, Jae-wook holttestét 20 kilométerre a falutól találták meg. Eközben Jae-wook és Tae-sik ruháit a faluban találták meg. Másnap Soo-rin az erdőbe megy. Ott találkozik egy fiatal emberrel, aki megpróbál beszélni vele. A lány ijedtében felsikolt, kirohan az erdőből és kiír az útra. Megállít egy autót, amelyet a mostoha apja vezet. A lány elmagyarázza, hogy az erdőben megijesztette egy ijesztő férfi, aki Sang-minnek nevezte magát. A rendőrök átadják Soo-rinnek a jegyzetfüzetet, amit az erdőben találtak. Néhány furcsa feljegyzést tartalmaz, érthetetlen rejtjelezéssel. Soo-rin felismeri a kódot. Ezt találták ki Sang-minnel együtt a levelezésükhöz. A lány rájön, hogy ez a barátja naplója. Soo-rin elmondja a rendőröknek, hogy hazudott nekik az erdőben lévő ijesztő férfiról, és nincs szükség a keresés folytatására. Soo-rin elolvassa Sang-min naplóját. A fiú mindent leír, ami velük történt. Kiderül, hogy Sang-min összetört egy kőtojást, amiután megállt az idő neki, Jae-wooknak és Tae-siknek. Sang-min ezután lement a barlangba, és meglátta Soo-rint mozdulatlanul állni. Vízcseppek lógtak a tó felett. A madarak megfagytak az égen.
Sangmin kijött a barlangból és a barátaival együtt a faluba ment. A fiúk körbesétálták a várost, nézték a mozdulatlan embereket, és még a szoknyák alá is bekukucskáltak. Bementek egy boltba, és annyi élelmiszert vettek magukhoz, amennyit csak akartak. A fiúk először nagyon jól érezték magukat, az egész világ a markukban volt. Elhatározták, hogy elhagyják a szigetet és átmennek a szárazföldre, hát ha ott másképp folyik az idő. A fiúk csónakkal próbálták elhagyni a szigetet, de a víz mozdulatlan volt és nem engedte őket evezni. A pajtások észrevették, hogy nem tükröződnek a tükörben. A fiúk unatkozni kezdtek, valamilyen szórakozás után néztek. Például képregényeket olvastak. Egy nap, amikor kijöttek a könyvesboltból, Sangmin és Tésik látták, hogy Jae-wook meghalt. Asztmában szenvedett, a fiúk a tengerparton temették el a barátjukat. Az évek elteltek, Sangmin és Tésik egyaránt 20 évesek. Amikor Sangmin feltörte a tojást, 14 éves volt. A fiúk nem értik, miért marad megállva az idő. Meddig kell még várniuk? Sangmin és Tésik úgy döntenek, hogy felkészülnek a jövőre. Pénzt spórolnak, könyveket olvasnak, és rájönnek, hogy elfelejtik a múltat. Sangmin attól fél, hogy senki sem fog emlékezni rá. Talál egy darab szappant, amire Soo-rin arcképét vésette, és elrejti a szobájában az asztalon lévő zenedobozba. A gondolat, hogy soha nem fog visszatérni, kétségbe ejti a fiút. Egy nap Sangmin felnéz az égre és észreveszi, hogy a holdfázisa megváltozott. Ez azt jelenti, hogy az idő elkezdett folyni, többé-kevésbé. Sangmin siet Tésikhez, hogy elmondja neki a jó hírt, de sehol sem találja. Végül a parton találja meg a ruhákat. Sangmin rájön, hogy a barátja megfulladt. Ő is bemerészkedik a vízbe, és azonnal rájön, hogy az idő ismét előre halad. Sangmin kijön a vízből. A világ visszatért a normális kerékvágásba. Soo-rin befejezi a naplóolvasást, a zenedobozban megtalálja a szappant, amin az arcképe van. A lány elindul az erdőbe, meglátogatja az elhagyatott házat, ahol gyerekkorában Sangminnel játszottak, és ott találja felnőtt barátját. Soo-rin bocsánatot kér, amiért nem hitt neki, és megígéri, hogy segít Sangminnek. Ezután ételt hoz neki, de Sangmin leejti a földre. A fiú nem tudja megszokni, hogy a dolgok mindig leesnek ahelyett, hogy a levegőben fagynának meg. Soo-rin elviszi Sangmint a nyilvános zuhanyzóba, aztán levágja a haját. Most a barátja hasonlít magára gyerekkorában, de a srác mindentől fél. A legrosszabb az, hogy senki sem hisz neki. Az egész faluban hirdetéseket függesztenek ki a gyerekrablással gyanúsított férfiról. A jutalom 30 ezer won. Az egyik térfigyelő kamera felvételt készített Sangminről. Sangmin eljön Soo-rin házához. Fél egyedül lenni, mivel bűntudata van a barátai miatt. Ő volt az, aki összetörte azt a követ. Soo-rin felidézi, hogy látott egy másik tojást a barlangban. Azt javasolja, hogy Sangmin törje fel és állítsa meg az időt, de a fiú nem akarja ezt megtenni. Arról álmodik, hogy elhagyja a szigetet, és egy olyan helyen telepszik le, ahol közönséges idegenek lesznek. Egy nap Soo-rin mostoha apja felkutatja a lányát és annak barátját. Verekedés alakul ki közöttük. Sangmin elkábítja a férfit, és Soo-rinnel együtt elmenekül. A rendőrség megkezdi a keresésüket. Soo-rin megpróbál két hajójegyet venni, de Sangminnek nincs útlevele, ami azt jelenti, hogy nem hagyhatják el a szigetet. Az állomást körülveszik a rendőrök, és szét kell válniuk. Soo-rint megtalálják a rendőrök, de Sangminnek sikerül elmenekülnie. Soo-rin megszökik az állomásról a szekrény nyitott ablakán keresztül, és egy barlangba menekül. Ott lemerül a tóba, kivesz egy másik követ, és odaadja Sangminnek. A fiú azonban nem hajlandó összetörni. Rájön, hogy ebben az esetben Soo-rin élete teljesen tönkre megy. Ekkor néhány robbanás történik, amelyek hatására a fák és a sziklák lezuhannak a hegyről. Sangmin és Soo-rin egy magas szikla szélére futnak, körülveszik őket a rendőrök. Soo-rin sírni kezd. A rendőr megragadja Sangmint és harcolnak. Soo-rin lezuhan a szikláról. Az egyik rendőrnek sikerül elkapnia a karját, de még így is lezuhan. Soo-rint látjuk a tengerparton. Az idő megállt, a hullámok megfagytak. Sangmin odasétál hozzá és megfogja a kezét. A következő jelenetben Soo-rin a parton ül. A tenger tombol, az idő fut a maga útján. Egy őszhajú férfi fekszik a parton. A lány felismeri Sangmint. Aztán rájött, hogy Sangmin ismét összetörte a tojást és megállította az időt, hogy megmentse őt. Azért ment el, hogy a lány normális életet élhessen.
Szúrin tovább lép a középiskolába, de a lány folyton Sangmint keresi a tömegben, és egy nap valóban találkozik vele. Együtt hajóznak el egy hatalmas hajón, minden gondot maguk mögött hagyva. Nyomj egy lájkot, oszd meg velünk a gondolataidat, iratkozz fel a csatornára, és bátran kattints a csengőre, hogy ne maradj le az új összefoglalókról. A Movie Macska csatornát nézted. Viszlát később!